Adj esélyt a jövődnek, 500 millió forintot fordítanak a hátrányos helyzetben élő gyermekek felzárkóztatására a Nyírbátori járásban. 200 milliós kapacitás bővítés Európai Uniós támogatásból és önerőből fejleszti vállalkozását és teremt új munkahelyeket egy timári vállalat. Több száz erőszakos bűncselekmény, az év első 10 hónapjában 600 erőszakos esetről tud a Szabolcs megyei rendőrfőkapitányság, amelyet nők ellen követtek el. Elindult a Nyírbátori járásban az Adj esélyt a jövődnek program, amelynek keretében 500 millió forintot fordítanak a hátrányos helyzetű térségekben élő gyerekek felzárkóztatására. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Többek között az iskolai lemorzsolódás megakadályozására, óvodai mozgásterápiára, a családok szociális segítésére és egészségügyi programokra pályáztak. Az uniós támogatású 5 éves program szakmai koordinátora a Máltai Szeretett Szolgálat. Az egész országban az egyik legjelentősebb program a gyerekek felzárkóztatása, ez a jövő generációjának a záloga, és meghatározza egy térség versenyképességét, hangzott el a rendezvényen. A Máltai Szeretett Szolgálat több mint 28 éve végez karitatív munkát, társadalmi szerepvállalása elismert. 31 járásban vezeti jelenleg az Adj esélyt a jövődnek uniós támogatású programot, járásonként 500 millió forint áll rendelkezésre a rugalmas programokra, amelyben a szociális oktatási és önkormányzati szféra is részt vállal. Ami nagyon fontos, hogy az önkormányzatok akarják, szeressék ezt a programot, gondolkozzunk együtt, hiszen ők tulajdonképpen egymástól tudnak a legtöbbet tanulni ezekben a programokban, de mindenki, aki a gyerekekkel kapcsolatban van, tehát itt az iskoláktól, az óvodákon át, a gyermekjóléti szolgálatok, a védőnő, a gyámügy, tulajdonképpen nincs olyan gyerekekkel foglalkozó pont, ami nem szükséges ehhez, de a mi közreműködésünkkel ezek a kis kerekasztalok már gondolkoznak több mint egy éve a lépéseken, és azt reméljük, hogy amikor letelik ez a 4-5 év, amire a források lehetőséget adnak, addigra kialakulnak olyan programok, amik utána már saját forrásból tovább tudnak menni. Ez lenne a legfontosabb. Nyírbátorban 5-600 gyereket, a térségben több ezer gyereket fog érinteni a felzárkóztató szociális oktatási program. Ezek egészségügyi, egészségfejlesztési programok, iskolai fejlesztési programok, tanulástechnikai fejlesztés van benne, óvodai mozgásterápia, önkéntes programok, közösségi programok, egy nagyon komoly szociális munkát igyekszünk végezni a projektben, és ezt kiegészítve mindenféle szakemberrel, gyógypedagógussal, pszichológussal, védőnővel, és nagyon-nagyon szeretnénk a helyi szakemberekre támaszkodni, nagyon szeretnénk velük együttműködni, de természetesen, ahol erős a szakember hiány, oda visszünk ki kívülről szakembereket, vagy hozunk olyat, akire szükség van a településen. A felzárkóztatásban a legfontosabb felismerni azt, hogy komplex és összehangolt munkára van szükség. Segíteni kell a gyerekek tudáshoz való hozzáférését, életkészségeiket javítani, probléma megoldó gondolkodásra nevelni őket, hangzott el a szakmai találkozón. A gyermekesélyprogram fontos Nyírbátornak is, mondta a polgármester. Hozzátette, az uniós programok önmagukban nem oldják meg a problémát. A hátrányos helyzetben élőket helyben is támogatni kell. Nyírbátorban erre külön odafigyelünk, ösztöndíjprogramokat indítunk, ezeknek egy része beépül az ilyen típusú támogatásokba, egy részét pedig az önkormányzat finanszírozza. Nagyon fontosnak tartjuk az iskolákkal való együttműködést, az, hogy a gyerekek sportolni tudjanak, a tehetséges gyerekek fejlődni tudjanak, meg tudják mutatni az értékeiket. Ez is részben a programban is szerepel, részben saját forrásból is támogatjuk. Tehát azt kell látni, hogy ez így komplexen tud egyfajta olyan sikert elérni, amiben mi bízunk és várjuk ettől a térségnek a felemelkedését. Olyan programokat fognak elindítani, amelyek hasznosak és önfenntartóak tudnak maradni, emelték ki a találkozón. 110 millió forintos Európai Uniós támogatással fejleszti vállalkozását egy timári Kft., az elsősorban ipari építészettel foglalkozó cég kapacitásbővítő beruházásának célja, hogy új munkahelyeket teremtsen a térségben. Az EU-s támogatáshoz 90 millió forintos önerőt is hozzátettek, így az összesen 200 milliós beruházás nem csak a gépek fejlesztését teszi lehetővé, hanem 8 új munkahelyet is teremt. A témári Optiber Kft. Saját szorgalmának köszönhetően az elmúlt években lendületes fejlődésen ment keresztül.
Emellé pedig több Európai Uniós pályázatot is megnyert, legutóbb egy 110 millió forintos támogatást, amelyhez még 90 millió forint önerőt is hozzá tudott tenni. Az összesen 200 milliós beruházásból 40 milliót építésre, 160 milliót pedig gépvásárlásra és korszerűsítésre fordítottak. 200 millió forint összegű projektérték volt, ami felhasználásra került ennek a projektnek a megvalósítása során. 110 millió forint volt az Európai Uniós támogatási összeg, amit felhasználtunk. Tulajdonképpen ebből az összegből az Optiber Kft-nél megvalósítottunk egy úgynevezett kapacitásbővítő, kapacitásfejlesztő beruházást, ami nagyrészt gépeknek, korszerű CNC vezérelt fémipari gépeknek a beszerzését jelenti, de magába foglalta az üzemépületünknek a bővítését is. Ennek részét képezte, hogy a nyersanyag feladó részen egy 18x18 méteres nyitott szín épült, ahol elhelyeztek egy szemcseszóró berendezést is, az épület másik végén pedig egy 300 négyzetméteres festőüzemet alakítottak ki. A teljes beruházás 8 új munkahelyet is teremtett, ez a térségben példaértékű. A cégnek nem ez az első ilyen típusú nyertes pályázata. Általában a gazdaságfejlesztési pályázatnál 50% az önerő, itt viszont az egyiknél csak 30% volt az önerő, mert úgynevezett hátrányos helyzetű térségben történt meg ez a fejlesztés. Én azt gondolom, hogy itt Timár, Rakamaz és itt a Tisza környékén ez a fejlesztés példamutató, 8 új munkahely jön létre, és manapság már nem a munkanélküliségről beszélünk, hanem a munkaerőhiányról, és ez a cég maga akár gyakorlati képzőhely is lehet, hiszen a szakképzés megújítása, a szakképzett munkaerő kinevelése az egyik előttünk álló fontos cél. A munkaerőhiány megoldása kiemelten fontos a kormány számára, főleg a hasonló kistérségekben. A kistelepülések, illetve a kistelepülésen élő emberek és az itt foglalkoztató vállalkozások nagyon fontos alkotóelemei a magyar gazdaságnak, hiszen ezek a kis- és középvállalkozások foglalkoztatják a magyar munkavállalóknak több mint a kétharmadát, nagyon nagy mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság fejlődéséhez. Tehát nagyon fontos, hogy az itt élő embereket, illetve az itt működő vállalkozásokat, azokat a különböző pénzügyi pályázatokon keresztül még erősebbé, még jobbakká tegyük. Az Optiber Kft. Által elnyert pályázat is lehetőséget ad a térségnek, hogy növelje versenyképességét, és még nagyobb mértékben hozzájáruljon az ország gazdasági fejlődéséhez. Öngyilkos lett az onkológia osztály egyik betege a József András Oktató Kórházban. A nem fekvő betegellátásban kezelt páciens fejbe lőtte magát. Nem a kórteremben, de a kórház területén. A szont.hu-nak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense úgy nyilatkozott, a nyíregyházi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a rendkívüli haláleset körülményeit, amely kiterjed arra is, hogy a férfi hogyan jutott a fegyverhez. Bármilyen krízis helyzet esetén éjjel-nappal hívható a lelki segély ingyenes 116-123-as telefonszáma. Szomorú esemény nagyon megrázta a kórházunk dolgozóit. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében folytatja a nyomozást. Kórházunk az egészségügyi adatok kezeléséről szóló törvény értelmében többet nem mondhat. Tizennyolc évvel ezelőtt az ENSZ hivatalosan is a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjává nyilvánította november 25-ét. Az év első 10 hónapjában megyénkben körülbelül 600 olyan erőszakos bűncselekmény történt, amit kifejezetten nők sérelmére követtek el. Ez azonban nem a valós bűncselekmények száma, ugyanis sok esetben az erőszak rejtve marad. November 25-ét 1981-ben a latin-amerikai és karibi térség első feminista konferenciáján nyilvánították a nők elleni erőszak ellenes világnappá, majd 1999-ben az ENSZ hivatalosan is világnappá nyilvánította. Az Egyesült Nemzetek meghatározása alapján nők elleni erőszaknak minősül minden olyan nők ellen elkövetett erőszakos cselekedet, amely szenvedést okoz, legyen az verbális, fizikai, lelki, szexuális vagy gazdasági, akár köz, akár magánéletben történik. Számtalan olyan bűncselekmény van, olyan erőszakos bűncselekmény, aminek sértette lehet nő is.
de én úgy gondolom, hogy ez az erőszakos bűncselekmény, tehát hogyha csak a szónak a jelentését nézzük, akkor abból egyértelműen következtethetünk arra, hogy minden olyan cselekmény, amit a nőknek a sérelmére követnek el, és ott erőszakot, akár fizikai erőszakot is alkalmaznak. Nagyon széles lehet a repertoár, egészen onnan, hogy bántalmazzák gyakorlatilag a lakásának vagy otthonának a négy fala között, megverik a nőt, kizsákmányolják, akár szexuálisan, akár gazdaságilag, vagy egy nemi erkölcselleni bűncselekménynek áldozatává válik. A rendőrség adatai szerint megyénkben folyamatosan csökken a bűncselekmények száma, ezzel együtt a nők sérelmére elkövetett esetek is. Ez a tendencia azonban országosan már nem állja meg a helyét. Megyénkben idén eddig körülbelül 2600 bűncselekmény történt, ennek a negyede kifejezetten nők ellen irányult. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a bűncselekményeknek a száma az csökkent, ennek következtében, vagy ezzel párhuzamosan a nők sérelmére elkövetett bűncselekményeknek a száma is csökkent. Az első 10 hónapban körülbelül 600 olyan személyen erőszakos bűncselekmény valósult meg, amit nőknek a sérelmére követtek el. De mint ahogy mondtam, nyilvánvaló ez a szám, ez nem egy hű, tekintettel arra, hogy a családon belül erőszaknak jelentős része az látenciában marad, a sértettek nem jelzik a rendőrség felé, segítséget nem kérnek mástól sem, ennek következtében így ebből rendőri eljárást nem is tudunk indítani, kezdeményezni. A megyei rendőrfőkapitányság előadásával azt mutatta be, hogy milyen lehetőségei vannak azoknak a nőknek, akik erőszakos bűncselekmény áldozatává válnak. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az érintettek merjenek segítséget kérni. Több mint 52 millió forintos topos forrásból támogatják a helyi termékek piacát Paposon. A településen egy épületet újítanak fel, és egy piacteret alakítanak ki az elnyert támogatásból. A csütörtöki ünnepélyes alapkőletételen elhangzott, a vidékfejlesztési célokat is segíti a beruházás. A megye önkormányzata, terület és településfejlesztési operatív programja összesen 92 milliárd forintos forrásból gazdálkodik. Ebből a megye több mint 200 települése részesülhetett, Papos önkormányzata 52 millió forintot nyert. Ebből valósul meg 2018-ban a paposi helyi termékek piaca. Nem csak Paposon, más településeken is fontosnak tartották, hogy a helyi termékek piacra jutásának elősegítése érdekében hozzanak létre piacot, esetleg egy kisebb feldolgozóüzemet. Ezt láthatjuk itt most Paposon, hiszen egy épületben megvalósul egy ilyen mini feldolgozóüzem, ami ezeknek a termékeknek a piacra jutását konyhai állapotban az igényeknek megfelelően hozzáadott értékkel. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hiszen hogyha jól megy, akkor akár főállású foglalkoztatásban, de a közfoglalkoztatásra való összetolása. Az ünnepséget a polgármester köszöntője és gyermekműsor kísérte. Az alapkő mellé egy időkapszulát helyeztek el a jövő nemzedéke számára. A piacot két helyszínen alakítják ki, az egyiken két üzlet és egy csomagoló üzem lesz, az alapkő letétel helyszínén pedig a piac épül vizes blokkal, parkolóval és árusító pavilonokkal. Jelenleg a Paposi helyi termékek és agrárlogisztikai szolgáltatások kialakítása című toppos pályázatnak a ünnepés alapkő letétele fog most következni, amely a helyi termelők, őstermelők, mezőgazdasági vállalkozók és fiatal gazdák piacra jutását fogja majd segíteni. A megye közgyűlés alelnöke kiemelte, a piac megépülése mindenképpen javítja az emberek egészségét, és mind a termelőknek, mind a fogyasztóknak is egy olyan lehetőséget nyújt, amelyet a megye a stratégiai programjában megfogalmazott. Hogyha az átfogó hatásait nézzük, akkor ha megengedik, akkor mindenképpen kiemelném azt, hogy létezik a vidékfejlesztési programban egy olyan programelem, ami rövidellátási láncoknak a fejlesztését célozza meg. Ugye itt most a terület és település fejlesztési operatív programról beszélünk, de mégse szabad elmennünk emellett, hiszen ennek a úgynevezett RELnek pontosan az a célja, hogy a termelőtől az asztalig minél rövidebb úton jusson el az adott termék, és azt hiszem, hogy pontosan az ilyen beruházások, ami itt Paposon is megvalósul, ugye egy helyi termelői piacról beszélünk, pontosan ezt célozza meg. A vidékfejlesztés alapvető kihívása a vidéki népesség helyben tartása, számára vonzó élettér és munkakörülmények létrehozása a helyi erőforrások átgondolt, integrált és fenntartató hasznosításával. A gazdasági potenciál mellett a vidékfejlesztés legfontosabb erőforrása az egészséges, önszerveződő helyi közösség. Európai Mézes Reggeli néven tartottak rendezvényt a megye több iskolájában és óvodájában, így népszerűsítve a gyerekek körében a mézet. A program keretében november 23-án az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, illetve a Gyermekek Háza déli óvoda Kassai úti telephelyén tartottak előadásokat és mézkóstolást a megye méhészei.
November 23-án csütörtökön 7 óra 45 perckor nem rendhagyó tanítási óra vette kezdetét az iskolacsengő után az Arany János Gimnázium és Általános Iskolában. Mézes reggeli, mézkóstolás, előadások a mézről és méhek életéről. Egy nap, amikor az ország minden megyéjében helyi méhészek és egyesületek bevonásával minden a mézről szól. 11 évvel ezelőtt indult el a Mézes reggeli program Európában, Magyarország 4 éve csatlakozott ehhez a programhoz. Azóta minden évben minél több iskolát próbálunk meglátogatni. A legfőbb célja az, hogy gyerekekkel megismertetni a mézet, felhívni a méznek a fontosságára a figyelmet. Az eseményen jelen volt Úlik Attila is, aki nem csak a város alpolgármestereként, hanem méhészként is részt vett a rendezvényen. Az a legfontosabb, hogy a gyerekek eredeti termelői mézet kapnak, amelyek ellenőrzött méhészetekből kerülnek ki. Olyan emberek készítik ezt, akik több évtizede csinálják már ezt a szakmát, amely egy nagyon szép szakma. Napjainkban egyre több problémát okoz a cukrok túlzott fogyasztása. Ezért fontos feladat, hogy már gyerekkorban felhívjuk a figyelmet az egészséges táplálkozásra. Ebben a nyíregyházi óvodában a gyerekek nagyon sok információval rendelkeznek a mézről. Levente és mor szinte az összes mézfajtát ismeri és szívesen fogyasztják. Levendula méz, napraforgó méz, akácméz, virágméz, recseméz, vegyes világ. Az óvoda vezetője elmondta, kiemelten kezelik az intézményben az egészséges életmódra való nevelést. Minden héten gyógyteákat főznek, mézzel és gyümölcsnapokat vezettek be, ezeket nagyon szeretik a gyerekek. Ebben az évben úgy gondoltuk, hogy csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez, amelyik Szlovéniából indult ki, és két kedves szülő jóvoltából. Most a gyerekekkel többféle mézet tudunk megkóstoltatni, megismerkednek a méhekkel, a méhészeknek a munkájával. Nagyon érdekli a gyerekeket, méhészruhát próbálhattak föl, úgyhogy nagyon örülünk a kezdeményezésnek. A kezdeményezés célja az is, hogy felhívják a figyelmet a reggeli fontosságára és az egészséges táplálkozásra. Emellett annak a hangsúlyozása, hogy a méhek munkája jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez és a biológiai környezet változatosságához. Szombaton újabb premier várja a közönséget a Móri Zsigmond Színházban László Miklós Illatszertár című vígjátékát Mohácsi János rendezésében viszi színre a társulat. Az előadás dramaturgja Mohácsi István, a korhű díszleteket Kell Zsolt, a jelmezeket pedig Remete Kriszta tervezte. A Váci utcai illatszertár zsúfolásig tele van vásárlókkal, akik a karácsonyi ünnepekre készülnek. Így kezdődik a Móri Zsigmond Színház legújabb előadása. A szerző az 1913-ban született László Miklós, aki a 20-as, 30-as évek színházi életének ünnepelt színésze, bulvár és kabari írója volt Bécstől Hollywoodig. A vígjáték pesti bemutatója után Amerikában többször is színpadra került, és filmadaptációk is készültek belőle a kor igazi sztárjaival. Most nagy valószínűséggel a nyíregyházi publikumot hódítja majd meg a produkció, amelyet Mohácsi János állított színpadra. A rendező, aki közel 20 év után most újra a nyíregyházi társulattal dolgozott, úgy véli, a darab több évtizedes sikere nem véletlen. Szerintem valahol a kommercialitásában is van a sikere ennek a dolognak. Tehát az, hogy valakinek az is van eszébe, a szerzőnek, hogy 1937-ben ír egy olyan darabot, ami totál érintetlen a történelemtől, azért ez egy nagyon érdekes dolog. De ez az én véleményem, és ezt nem akartam belesűríteni a darabba. Ami a formai része az pedig az, hogy hát elképesztő jól ír a László Miklós. Nagyon jó párbeszédei vannak, nagyon, nagyon jó dramaturg is, néha nem az én ízlésemnek, és szerintem nem a közönség ízlésének megfelelően oldja meg a darabot, mert nagyon sok mindent intéz a színfalakon kívül. Ezeket igyekeztünk kisimítani, ezeket a problémákat. A karácsony előtti nosztalgikus történetben a drogéria alkalmazottai keresik párjukat és helyüket az életben. Az üzlet tulajdonosát, Hammerschmidt urat, Horváth László Attila alakítja a vígjátékban. A művész szerint nagyszerű próba folyamaton van túl a társulat. Én is kedvelem ezeket a század előtt polgári darabokat. Én szerintem az az oka, hogy azzal szokták definiálni, hogy a kis emberekről szól, és én ezt nagyon nem szeretem, ezt a kifejezést. Hogyha már valaki nem
atomreaktort épít, és stb., akkor az, vagy éppen háborút vezet, akkor az kis ember. Nem, ez egy emberről szól, és az emberek létező problémájáról, amik meghatóak, megmosolyogtatóak, és az illetőnek, nekem, Hammer Schmidt Miklósnak a legfontosabbak. Az életemről van szó. Az igazi örökzöld előadás a Kortalan sztorinak köszönhetően aktuális ma is. Az érzelmes, félreértésekkel teli komédia remek kikapcsolódást ígér a nyíregyházi közönségnek. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Elindult a nyírbátori járásban az Adj esélyt a jövődnek program, amelynek keretében 500 millió forintot fordítanak a hátrányos helyzetű térségekben élő gyerekek felzárkóztatására. A programban többek között az iskolai lemorzsolódás megakadályozására, óvodai mozgásterápiára, a családok szociális segítésére és egészségügyi programokra pályáztak. Az uniós támogatású 5 éves program szakmai koordinátora a Máltai Szeretett Szolgálat. 110 millió forintos Európai Uniós támogatással fejleszti vállalkozását egy Tímári Kft. Az elsősorban ipari építészettel foglalkozó cég kapacitásbővítő beruházásának célja, hogy új munkahelyeket teremtsen a térségben. Az EU-s támogatáshoz 90 millió forintos önerőt is hozzátettek, így az összesen 200 milliós beruházás nem csak a gépek fejlesztését teszi lehetővé, hanem 8 új munkahelyet is teremt. 18 évvel ezelőtt az ENSZ hivatalosan is a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjává nyilvánította november 25-ét. Az év első 10 hónapjában megyénkben körülbelül 600 olyan erőszakos bűncselekmény történt, amit kifejezetten nők sérelmére követtek el. Ez azonban nem a valós bűncselekmények száma, ugyanis sok esetben az erőszak rejtve marad. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 23-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk. A légköri frontok egyelőre elkerülik a Kárpát-medencét, folytatódik a nyugodt, őszi időjárás. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan borult, párás, többfelé ködös idő várható, helyenként szitálás is előfordul. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben jobbára borult, párás, több helyütt tartósan ködös időre lehet számítani, néhol időnként szitálással. Legfeljebb átmenetileg szakadozhat föl a felhőzet, mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet. Egyébként gyenge, melegfronti hatás van térségünkben. Szombaton is nagyrészt borult, párás időre van kilátás, zsugorodó ködfoltokkal, majd átmeneti felszakadozás után hideg front vastagabb felhőzete érkezik, estétől északnyugat felől egyre több felé elered az eső. A vasárnap borult idővel kezdődik, több helyütt eshet, általában eső, de az északi középhegységben havas eső, hó is lehet, ugyanakkor estétől már csökkenni kezd a felhőzet. A jövő hét elején a változóan felhős égből nem valószínű csapadék. A hét közepén nagyrészt erősen felhős, illetve borult idő várható, sokfelé esővel, főleg a hegyekben helyenként havas eső, hó is hullhat. A jövő héten hajnalonként sokfelé számítani kell fagyra, és a nappalok is hidegek lesznek.